korábban ezzel küzdöttünk, hogy nem is tudták, hogy miről van szó. Tehát azt hitték, hogy olyan, mint a szinkronúszás. Csak jégen. A legnagyobb különbség, hogy amikor Cseba egyedül korcsezik az ember, szinkron korcsezik, 16-an vagyunk a jégen, és még vannak mellette tartalékok a jég mellett. Az elemek különböznek még ezen kívül, például mi nem ugrunk annyit, vannak benne olyan szintemelő gyakorlatok, amik az ugráshoz hasonló, de mi általában így együtt 16-an korcsezünk egybe. Amikor nagyon kisebb voltam és elkezdtem a szinkron korcsát, akkor nekem célom volt, hogy ne legyek egyedül a jégen, és nekem erőt ad, hogy még 15 másikkal mellettem. Én nagyon féltem a bíroktól, a közönségtől, mindenkitől, és nem mertem kiállni egyedül. De mindenképp szerettem volna korcsolyázni versenyszerűen, és hát fiúkból itthon azért hiány van, szóval a jégtánc az kiesett, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor szinkron korcsolya lesz az én utam. A csapatkapitány említette azt, hogy ez milyen jó érzés, amikor nincs egyedül az ember a jégen. Én a jégtáncban is úgy éreztem, amikor én a műkoriból átmentem a jégtáncba, hogy milyen jó, hogy nem egyedül vagyok. Van kihez szólni, ha valami olyan probléma van, hogy az ember egy kicsit bizonytalanabb, akkor van egy segítségem. És hát ugye ez meg még jobban ugye ötvöződik, vagy hát dominál itt, hogy egymást segítik. Hát ugye a lányom az jégtáncos volt szintén, úgy érezte, hogy ez neki szimpatikusabb, és ő ezt sokkal szívesebben csinálja. Így lett ő tulajdonképpen szinkron korcsolyázó, és amikor abba hagyta a versenyzést, és elkezdett edzősködni, akkor ugyan segített a kis táncosoknál, de később, amikor már komolyabban kezdett az edzősködéssel foglalkozni, akkor úgy érezte, hogy ő szeretné ezt a szinkron korcsolyát népszerűsíteni, és kisgyerekekkel kezdett el dolgozni. Úgyhogy most már nagyon sok-sok éve van benne, és nagyon nagy bázist alakított ki. Közben megnőtt az unokám is, aki szintén szeretett korcsolyázni, és nagyon-nagyon szeret a kisgyerekekkel foglalkozni, remek érzéke van hozzá. Nagyon lelkes, és nagyon szeretik őt a gyerekek, úgyhogy ő is be lett integrálva ebbe a munkába. És hát mellette olyan emberek, mint a Cakó Krisztina, aki műkorcsolyában a világbajnoki dobogón volt. Két fia is korcsolyázik, és ő is hozzánk csatlakozott, úgyhogy így nagyon összetartó jó kis csapatunk van. Hát ugye mi több szálon is kötöttünk, mert hogy a férjem az a jégkorong csapatnak volt a többszörös, százszoros válogatott kapusa, Vedres Mátyás. Később most pedig a vejem, aki meg futballkapus, és ő is volt a nagy csapatnál, Szűcs László, kapusként a csapatnak a tagja volt, most pedig az UFC-nél kapusedző. Az unokám, a kisebbik, a fiú, az szintén az UFC-nél futballista, úgyhogy tulajdonképpen így minden szálon az UT-hoz kapcsolódtunk. Nyár elején kezdjük a felkészülést, még alapozunk, és aztán megpróbáljuk a nyár végére körülbelül összeállítani így az alapot a két programból, és akkor utána az első verseny általában decemberben szokott lenni, addigra vannak olyan állapotban a kűrök, hogy már versenyezni tudjunk velük. Időben van különbség a két program között, a rövid program 2:50 körülbelül, a kűr pedig 3:30, és akkor így elemek számában is van különbség, meg azért fizikumban is máshogy kell bírni. És az iskola végéig szoktunk dolgozni, és akkor annak a végén szoktunk egy edzőtábort tartani, akkor az egyik programot ott már összeállítjuk. És akkor a nyári szünet után, amikor elkezdjük újra a felkészülést, akkor pedig a másik programot. De gyakorlatilag szeptemberre mind a két programnak állnia kell. Az a szerencsésebb, hogyha legalább két edző tartja az edzést, mert ugye akkor akkor kettő között megosztik a figyelem, hogy egymást kiegészítjük, és akkor lehet, hogy nekem van egy véleményem, vagy egy ötletem, vagy a lányomnak van egy másik ötlete. Hát ilyen nagyon csapatmunka. Én most már nem korcsolyázok akkora elánnal, mint volt egy komolyabb sérülésem, de mint korábban, de a lányom még mindig előmutatja nekik, én is elmagyarázom a lépéseket, kisebb lendülettel még mindig megmutatom nekik, úgyhogy hát ez egy ilyen összetett
munka, amire ez a program összeáll. Általában úgy van, hogy az edzők körbe álljuk, ő megmutatja, vagy elmondja, hogy mi az elképzelés, és mi megpróbáljuk. És hogyha jól néz ki, vagy jól sikerül, akkor mindenképp benne hagyjuk, ha kevésbé, akkor gyakoroljuk, vagy rosszabb esetben kiszedjük és megváltoztatjuk. Az ember nem tudja levetkőzni a múltját, hogy jégtáncedző voltam, és ugye nekem fontos, hogy a zene, a zenével való összhang, hogy mindig olyan zenét próbálunk keresni, aminek van valami mondani valója. Annyiból nehezebb a lassabb zenére korcsiázni, hogy akkor nagyon látszódik a technika, és akkor nagyon rá kell menni arra, hogy szépen, puha térdben, ívekkel. Nyilván nem elhanyagolható egy pörgősebb zenénél se, de ott az ember inkább ugrál, és a lassabb zenére ott sokkal szebben kell, és kitartottabb íveket korcsolyázni. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy eljutottak a junior világbajnokságra, mert hiszen második éve küzdünk azért, hogy ők utazzanak a junior VB-re. Ugye tavaly annak ellenére, hogy megnyertük a bajnokságot, mégis úgy alakultak a válogatók, hogy mégsem mi mentünk, ez nagy csalódás volt. Az idén nem volt ennyire nehéz a helyzet. Én nagyon jól éreztem magam, és szerintem a csapat nevében elmondhatom, hogy nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy mi a világbajnokságra el tudjunk jutni, ki tudjunk jutni. Szerintem pozitív volt az összbenyomás. Voltak benne hullámvölgyek, voltunk kicsit mélyebben, voltunk magasabban, de összességében nagyon jó szezont várhatunk, én azt mondom.